Sziasztok elvtársak, elhoztunk nektek egy vadonatúj játékot, a Konyec Konyhát, ez egy 1-től 6 főig játszható, telefonos applikációt is használó parti játék, amiben színeket kell kikevernünk, de azért ennél egy kicsit bolondosabb a játéknak a hangulata. Maga az alapsztori az, hogy a II. Világháború vége után vagyunk, és az orosz katonák egyre jobban éheznek, viszont fogy az étel. Már nem emlékeznek arra, hogy egy-egy ételnek milyen az íze, csak a színére, úgyhogy nekünk, a konyhában lévő szorgos kis munkásoknak és kezeknek az lesz a feladatunk, hogy a legtökéletesebben keverjük ki az ételeknek a színét, amit rendelnek tőlünk, és ezért cserébe kapunk majd rúbeleket, vagyis hát győzelmi pontokat. A játék nagyon egyszerűen működik, lesz egy paklink, amiben ezek a különböző hozzávalók fognak szerepelni, mind furábbnál furább színben, illetve nagyon fura kivitelezésben, mint például türkiszkék részforgács, tehát hogy ki enné meg, Soma biztosan, ha csilit bírta, akkor ezzel se lesz gondja. És ami ennél fontosabb, hogy kelleni fog nekünk egy telefon is, mivel a kártyák hátulján egy QR kód található, és ezt a QR kódot fogjuk beemelni majd a kamera fölé. Maga a játék amúgy az egy kooperatív játék, ellenben mi nem látjuk a egymás kezét, teljesen függetlenül, hogy hányan játszunk, főleg, hogyha egyedül játsza valaki, akkor nem látja a másik kezét, csak a sajátját, de azt kétszer is. Tudom, filozófia, mély gondolatok. Tehát kooperatívan fogjuk majd ezeket a színeket kikeverni. Egymástak nem mutathatjuk meg a kártyákat, hogy kinél mi van, de elmondhatjuk, hogy milyen színű, elmondhatjuk azt, hogy mi a neve esetleg, illetve ami nagyon fontos, hogy ezeknek a kártyáknak itt a sarkában van egy ilyen toxikus jelzés, hogy mennyire mérgező az adott kaja, tehát például az emberi vér az egy 3-as mérgezettséggel bír, de hogyha megnézzük a káposzta, ami ugye egy teljesen természetes anyag, az 0-val bír. Ezt is kommunikálhatjuk egymás felé, hogy valamelyikünknek mondjuk nagyon mérgező a kártyája, vagy nem annyira mérgező, azt is megbeszélhetjük egymással, hogyha valakinek sötétebb színe van, akkor ahhoz kér egy kis világosítást, hogy kijöjjön majd a végén az a szín, amit ugye az applikáció fog mondani. Amúgy, ha nagyon mérgező dolgot rakunk be, akkor kevesebb pénzt kapunk? Nem, hanem ha nagyon mérgezőt rakunk bele, és átlépi a mércét, akkor sajnos az az elvtárs elpusztult. Jó. És mi is veszítünk egy életerőt, egy ilyen kis matrioska babát veszítünk a játékon belül. Továbbá, hogyha az előző kommunikációs formák nem működtek volna, hogy milyen színű, mi a neve, milyen a mérgezettsége, sötét világítás, akkor a kártyák hátulján van nekünk egy ilyen színskálánk, ami így egy ilyen Schatzperköböl színskála, és ezen is megmutogathatjuk, hogy mondjuk nekem egy kicsit ehhez a színhez van közelebb, vagy valami ilyesmi, csak sötétebbe. És ami nagyon érdekes a játékban, hogy ez egyébként egy kampány alapú játék, tehát van sztoria, megyünk folyamatosan menne, és a későbbiekben újabb paklikat kapunk, amikben újabb kártyák lesznek, olyan szempontból, hogy ott már más a képesség, más a mérgezettség, illetve a játékon belül is egyre nehezebb kajákat kell majd elkészítenünk. Van kérdés? Nem, szándékosan nem említettem meg a forgatás előtt sem, picit színtévesztő vagyok. Na, ez jó, az előző Sománk is az volt. Ne, az árnyalatokban nem feltétlenül látom mindig az átmenetet, de gondoltam, így viccesebbé tudjuk tenni. Na ez... Lövésem sincs valahol, hogy milyen színt fogok beletenni. Jó? Jó lesz, teljesen jó lesz. És most eljött az, amire mindenki várt. Let's see, what do they put in the food? Ennél durvább setupot én még nem láttam az életembe, el is készült, kell egy telefon ugye középre, vagy tablet, csak legyen előlapi kamerája, mellette a húzópakli, a másik oldalán pedig a dobópaklinak lesz a helye, ahova most jelzés értékkel az első fejezetnek a kis segédkártyáját raktam be. Na de indítsuk is az applikációt, mert annak egyébként lesz egy érdekes kis zenei aláfestése. Hogy megyünk a frontra. Igen. Remélem, hogy royalty free ez a zene az.
Na itt ugye belépünk a konyhába, azonnal beállítjuk, hogy két személyes játékról van szó, a fronton kezdünk, és az első pálya. A játék egyébként folyamatosan kommunikálja, hogy mikor mennyi kártyát húzunk, hogyan haladunk, és itt rögtön kapunk is egy kis üdvözlést. Ilyen társak, mi ez horkolás? A pilótaink meg közben éheznek. Azonnal Darellohoz. Davaj, davaj. Na, ezek szerint megnyitott a barakbüfé. Igen. A szoci konyha. Igen. Úgyhogy ruszkik, kaja! Na és akkor, hány kártyát húzunk, mit csinálunk? Itt mondja ugye, Matrioskák. Matrioskák minden küldetés előtt megmutatják nektek, hány hibázási lehetőségetek maradt még. Csak óvatosan elvtársak. Ha mindent elvesztítitek, küldetésnek vége. Igen. Én nem tudok ilyen jó szinkronal olvasni, ne haragudj. Szóval, színegyezés. A színes szem melletti szám megmutatja a szükséges minimum színegyezést a megrendelt és az általatok tálalt fogás között. Ha a színegyezés nem éri el a minimumot, elveszítetek egy matrioskád életet, zárójelbe. És itt rögtön mondja, hogy ugye az a cél, hogy összesen kettő rendelést tudjunk teljesíteni. Bónusz, hogyha 300 rubelt szerzünk, illetve hogy 75%-os színegyezést legalább egyszer megütjük, és kettő életerünk van főzöcskézésre fel. Rögtön mondja, keverétek meg az összes már kibontott kártyát egy pakliba, majd tegyétek az asztal közepére képpel lefelé, és osszatok 8-8 hozzávaló kártyát. Úgyhogy... És jól látom, hogy kolbász kell elkészítenünk majd. Igen, de most megzavartál, hogy hol tartok? Nem vagyok matematikus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nálam is 6. Akkor maradt 6. Bocsánat. Na, jó. És akkor oké, első körben ezt a kék kolbászt kell majd. Használjátok a hozzávaló kártyákat a megrendelő által kért szín kikeveréséhez. Ne felejtjétek, csak a szakástársaitokkal való együttműködés hozhat sikert. Figyelj, mertársak beszélhettek, ez mondjuk furcsa egy orosz országban játszódó játék, nem mindegy. A kártyáitokról, de nem mutathatjátok meg őket egymásnak. És akkor induljon a daráló. Igen. Moslékba, vagyis a dobópakliba kerülnek. Vitassátok meg, ez... Na, akkor ezt a egész közepes hupikéket kell kikeverni. Melyikünk kezdi? Ó! Kiúsztam egy igazán kedves hozzávalót. Na, ennek örülök. Én kéket tudok rakni, de az ilyen nagyon-nagyon világos kék, tehát jó. Valahogy... Nagyon világ? Jó. Van nagyon világos, meg van ilyen sötétebb lilám, viszont mind a kettőnek nullás a mérgezés értéke. Tökéletes, dobd bele a sötétet. Jó. Vagy ne, a világosat, mert én majd sötétítek rajta. Jó, meg én kicsit be. Igen, te beledobtál egy káposztát? Hát akkor jön egy gumiabroncsot, várjál. Kicsit feljebb, és mert akart kérkezed a QR kódot. És ezzel az történt. Úgy, de hogy plusz színe van. Szerintem ez 60% lesz. Az, hogy 55. Ez a szám mutatja meg, mennyire sikeres a színeredmény. Hát ez nekem még mindig nagyon tetszik. Igen. Oké, most jöhet a következő hozzávaló, ne húzzatok kártyákat, csak ha az applikáció erre utasítást pont ad. Ezt akartam kérdezni. Na, nekem van kérlek szépen szintén káposztám, ami ilyen zöld, csak egy picit világosabb. Nekem is van egy hasonló. Na, szerintem. Akkor kezdte. Jó, hát én akkor egy ilyen szépen kinéző fűcsomót én így beledobom. Feljebb, jó. Feltárs. Ez, igen. Ez szerintem ez prima. 90, hallod? De mondja, a fűcsomónak miért egy kettes mérgezése van, és a gumiabroncsnak hármas? Senki nem... 92%! Ne viccelj már! Kirázzuk kézből ezt a szoci vacsit. Én nagyon ki akarok játszani. Hogyha most ugye ez most a próbajáték? Vagy ez nem, a... ez már rendes így játék? Így van. Ja, de most már... Aha! Igen. Na, 147 rubelt sikerült összekalapálnunk. Ezekben a hozzávalókban. Fizetnek emberek, hogy igen. Egy fűcsomós káposztát tegyenek. A szovjetek gyomra szinte vasból van, de azért csak óvatosan, minél mérgezőbb az étel, annál kisebb a gyógyulás. És akkor húzunk kettő kártyát. Egy, kettő, kettő. Uh-huh. És akkor egy ilyen véres hurkát. Ez a gyurka, ez meg itt a véres hurka.
Én egy nagyon hasonló színű dolgot bele tudok dobni, vagy legalábbis szerintem. Mondjuk nem bízom benned most, hogy kiderült, hogy kicsit színtévesztő vagy. De szerintem jó lesz, csak egy picit mérgező. Azt jó, oké, 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 nyomás, da! Megint egy gumiabroncsot. Ilyen áfonyát. Fúj, mert nem az áfonya fúj ebben a felütésben. Ez szerintem 72%. De 86. Oké. Jó, akkor a savanyúságnál tartunk. Na, nekem van hasonló színem, ami olyan, hát nem tudom, közepesen mérgező. Nincs olyan színed, ami így hasonlít rá? De, ez hasonlít rá, csak egy kicsit szürkés-kékesíteni kell. Szürkés-kékesíteni? Igen, hát... Na, olyat nem tudok. De kéked van? Nincsen. Mit van akkor? Hát ilyen... Várjál, ezt olyan... Igen, fordítsuk meg a kérdést, nem azt kérdezzük, nem azt mondta, hogy mit nincs, hanem hogy mit van. Várjál, hát van, ilyen sárgásaim vannak, barnások, ilyen bőrszín, ilyen mocsárzöld, meg van se színűm. De ez a kedvenc, azért kérdezem, hogyha van nagyon hasonló színed, van, nagyon hasonló. De nagyon mérgeződ, akkor azt bedobhatod. Most eljössz. Bedobtad? Igen. Na hát akkor ezt egy vodkával csak fel kéne ütni, azt egy flakon olajat. Ugye a vodkának nincsen színe, de csökkenti kettővel a mérgezést. Így van. Mert nem tudom, hogy ott megjelente azért. Igen. Hát ne szórakozz. Egy kis olaj, meg egy kis vodka. Ez egy magadfajta színtévesztőnek 100%. Mármint no offense a színtévesztők. Tudom. Nem fáj egy picit sem. Itt van ez ugye. Ez volt az első küldetés? Igen. Uh-huh. Itt ugye a rubelek száma kicsit nagyobb, mert én már jó ideje játszom ezzel a játékkal, úgyhogy ezt ne vegyétek figyelembe. Na most igen. Összesen 4 rendelés fog érkezni. És 400 rubelt kell szerezni. Hát az csak ilyen bónusz, ami... Ja. Oké, most ugye minden kártyát visszakeverünk, és újabb 8 kártyát kell kiosztani. Tehát maga a játéknak egyáltalán nem nehéz a mechanikája, hiszen a telefon az kommunikálja felét, hogy mi a feladat. Színérzék, igen, az nem árt. Tehát ez a színvakok, színtévesztőknek nem a legjobb játék feltétlen. Soma, értem, hogy régóta vagyunk kint a harcmezőkön, de azért van egy határ. Valami szokni próbál. Igen. De egyébként... Fogd a kaját. Igen, ennél azt tűzöm, hogy minden kettőnél tart a Soma kiégés. Minél többen játszol. Mint a számolod? De a mai nap vagy mióta is merjük egymást? Nem, most mi ez még, csak amióta forog a kamera. Hogyha ezt többen játszanánk, azért nehezebb lenne. Igen. Így eltalálni ezt a így, megfelelő így, szint. Így van. Várjál, 8-at adtam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Micsoda? Na, rögtön kezdünk egy ilyen uborkarik, pikörik zölddel. Figyelj csak, így véletlenül lehet rákérdezni, hogy olyan van-e a kezedben? Kalapács? Aha. Igen. Jó. De azt még nem lőjük le, hogy a sarló és a kalapács. Mit tud. Hát ez csupa jó dolog. Igen. Jó, zöld. Nekem az zöld. Van, hogy van világos zöldem, aminek semmi mérgezése nincs, és van sötét zöldem, aminek viszont 4. Ellenben a következő kijátszott kártya nem kerül a darálóba. Ez a képesség. Én már van nálad egy gránát? Én már... Hallod, Ivan? Gránát! Ha! Ez volt nekem gyerekjáték baba. Két. 3. Na, dobd bele valami, sötét zöldet kell kihozni a bugyiból, igen, ugye? Igen, milyen bugyiból? 4. De meg hová még? De valami sötét zöldet tegyél bele. De nekem nem parancsolsz. De az a baj, hogyha beleteszek sötét zöldet, felrobban a következő. Mi robban fel? A következő alapanyag, amit hozzáraksz. Az nem baj, az nem jó, baj. Okay. Mert én nagyon mérgezőt fogok beletenni. És akkor az azért nem baj, mert én a 4-es mérgezésű Deál szürke katonát beletettem, ami nem kerül bele. Uh-huh. Hát nem. Ez pont... Meg lesz 40%. Meg lesz, nem az, csak hogy ez a zöld szín, ez pont olyan, mint ami azután jön ki, miután valaki az uborkát meg is emésztette, vagy a
kolbászt. Ez inkább ahhoz hasonlít, de ha az elvtársaknak jó... Na, lila káposzta, szó szerint. Én ehhez nem tudok mit hozzátenni egy kalapácson kívül. Lőjük el itt akkor? Hát mutassuk meg, hogy mi. Tehát az egyik, hogy van a sarló és a kalapács, aminek az a képessége, hogyha kijátsszuk ezt a kettő kártyát, akkor 100%-os egyezés lesz. Igen. Érjünk csak össze. Sarló, kalapács, és megszületett. A lila káposzta. Igen, nem voltam benne biztos, hogyan kéne befejeznem ezt a mondatot. Majd itt akkor ezt jól értem, hogy ők nem esznek, de elmennek dolgozni? Ehelyett, és akkor ők ettől boldogok? Igen, igen, jó. Igen. Na, nézzük a következő. Á, 165 rubel. Most kellett volna elérni a 400-as álomhatárt? Nem, hanem... Ja, majd amikor csillagoz minket. Így van. Minden elvtárs húzzon 2 új kártyát. Egy. Micsoda? Na, és most jön ez a seszínű, szürke és rózsaszínes, enyhén kékes és közben türkizes, picit világ. De te most hülyeskedsz velem, ez egy szürke kolbász, nem? Hát van benne valamilyen rózsaszínes árnyalat. Ugye én tudok kirakni olyat, ami hasonló ehhez. Hol? Mihol? Rózsaszínes árnyalat. Jó, mit tudsz beledobni? Ne arra, hogy... Tudok hasonló szint, ami káposzta és nullás. Hogyha van mellé még szürkét, vagy világos szín, az lenne a legjobb. Van. Jó. Akkor jöhet? Aha. Jó, hát ha azt mondod, hogy rózsaszínes dolog kell bele, akkor én egy disznófarkat beledobnék. Nézd meg. Ez jó. Szerintem ez 89%-os lesz. 88! Istenem! Mit betippelek? Lottóznom kéne elmenni, hallott. Ez jó. Most ez savanyúság. Igen. Indulhat a daráló. Mehet bele darátló. Bocsánat. Valami nagyon hasonló fog be. Amúgy nem, itt a darátlóval jobban járnánk, mint bármi mással a kezébe. Én tudok rakni zöldet, ami nullás. Mennyire zöld ez a zöld? Szuper zöld. Olyan zöld? Igen. Hát akkor sorry, de én erre csak rosszabbat fogok tudni. Jó. Akkor kezdte, mert nekem van világosítóm. Én ilyen felvilágosító vagyok. 5? Azt hiszem, ott tartunk. De ebbe egy igazi sajtot beletettem. Hát ez nagyon citromsárga, de csak egyen mérgez. Ez az első kaja, amit megennék egyébként. Egy káposztárkuszos sajtot. Na, ez 92. De ezek a hangok egyébként 84, hát mégsem megyek lottózni akkor. Na, paramer, ezt ugyanolyannak láttam. Ja, és akkor most? Most nem lehet levenni 400 rubel. Várjál. Ja, mert még erre is kapunk bónuszt? Nem, csak 4 rendelést kell már teljesítenünk. Ja. Még csak 2-n vagyunk túl. Ja. Oké. 2-t húztál? Igen. Na, megint a lila kolbász. Van a terítéken. Hogyha én beledobok valami világosabbat, nem annyira mérgezőset, akkor ezt tudod színesíteni egy picit? Kizárt dolog, mert nem. Azt nem tudom. Még? Semmi nincsen. Ha van valami pirosasod... Van. Na, akkor én tudok mellé kékeset keverni. Jó. Akkor én rozsdásszögeket hozzádobok. Ez nagyon nem egészséges megenni. Jó van, én meg hozzádobok egy kis lábkörmet. Ez nem az lett. Nagyon nem az lett, ez nem lesz meg 40%. 43. Ó, épp hogy. Majdnem mi is mentünk a darálóba. Ez most te is elképzelted, hogy ezt valaki megeszi? Jó szájízzel. Na, és akkor most jön ez az emberi hátszörzetre hasonlító étel. Nekem van narancssárgám, ami teljesen nulla. Jó, akkor én meg picit színezek rajta. Jól van. A hármassal majd.
egy kis fát. Ez jó, nem? Hát még így is ilyen hamis gulyás színe van egy kicsit. Túl jó a katonáknak. Megvan ez a 400 rubel. Na de Soma! Felvétel közben. Kivágod. Kettőt megint húzzunk. Egy, mielőtt megint púzunk. Hat. Jó, egy, na. Melyiket kap? A világos kék kolbászt. Szedd össze a gondolataidat. Nem, én ezt mindenképp bele fogom rakni. Vagy nem biztos, nem, mert van egy, ami színben nagyon passzol, de egy, ez nagyon tetszik. Imádom, amikor ezt mondod nekem. Hogy? Régóta vagyunk a harcmezőn. Jó, hát akkor figyelj, én akkor a kapitalista nadrágomat én ezt bele szeretném dobni. Jó van. Eddig szerintem ez a legmérgezőbb dolog, amit... A kapcsolatunkon kívül? Igen. Az a baj, hogy emellé nem tudok nagyon kevésbé mérgezőt berakni, úgyhogy... Mit tettél? Egy flakon olajat? Aha. Viszont jó a szín! Behalsz! Mert mérgező lett, mint az... Atya úristen. 91. Na. Még mindig jobb, mint a lábkörmös szög. Ettél már valaha jó lábkörmös szöget? Mert nem mindegy, hogy készítik el. Muszáj válaszolnom erre a kérdésre. Ja, tényleg, te voltál kollégista, nem? Nem. De Borsodi vagyok, az majdnem ugyanaz. Na, sötétkék dolgot kell kirakni? Hát nekem ilyen zöldes kékeim vannak, amik sötétebb színek. Hogyha van valami lilása, akkor... Mennyire legyen lila? Ne legyen mérgező lila, mert ugye már csak ennyink van, és nálam már csak mérgező cuccok vannak. Nálam is. De hát egy életet bukunk, az nem olyan para, hát... nem? Belefér. Jó, végül is sokan vannak az oroszok, most egy életerő belefér. Meg ez az utolsó kaja. Igen. Akkor egy mojlepkékkel megízesítem ezt a kis káposztát. Egy mojlepkékkel? A mojlepkékkel. Nekem mindegy. Jó, én emellé is és ezt elhagy. De túlléptük a toxikóma szintet. 52. Mire tippelsz? Meg lesz 57. Ennél átaláltam. Na igen. Most akkor, ha minden igaz. Most van még. De ez volt a negyedik rendelés. Ja, nem vesztettünk életet akkor. Még benne voltunk? Mhm. Uh-huh. Na, azért ne rohanjunk előre, hagyjunk felfedezni valót a többi elvtársnak is, de így legalább láthattátok, hogy működik a játék. Hogyha tényleg belegondolnak a játékosok, hogy mondjuk valami zsírt kell belerakni, vagy esetleg ugye a lábkörmöt, vagy egy kis rothadó húst, rothadó húsos, lábkörmös valami zsír. Ez azért eléggé undorítóan hangzik, de pont ez a játéknak a szépsége, ha lehet ezt mondani, hogy a legelképesztőbb és legelvetemültebb hozzávalókból próbálunk valami ehetőt kihozni mégis. Én már egyébként előrébb szaladtam a sztoriba, és nagyon érdekes ételek és nagyon érdekes kártyák fognak még bejönni. Sőt, én ezt egyedül is játszottam már, és ez volt a meglepő nekem, hogy egy egyedül játszható parti játék. De egyedül hogy működik? Egyedül több kártyát húzol fel a kezedből, és te raksz ki ugye kettőt. Tehát egyezteted össze a másikkal, hogy milyen szint rakjál bele, hanem azt több kártyából gazdálkodsz. Beledobsz egyet, és nem. Én még szomorú vagyok, most nem játszunk tovább. De majd fogunk csak az kamerán kívül. Ezért ne húzzuk az idejét mindenkinek. Jól van. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem nektek is ugyanannyira tetszett ez a játék, mint amennyire Somának, így első nekem alkalommal, illetve mint nekem így sokadik alkalommal. Ha megtetszett egyébként, akkor megtaláljátok szaküzleteinknek a polcain, illetve a webshopunkban is,
és mindenképp iratkozzatok fel a csatornánkra, hogyha még hasonló tartalmak érdekelnek, és főleg akkor, hogyha ettetek már valami tényleg iszonyatosan rosszat, és amiről ez a játék eszetekbe jut, vagy ami eszetekbe jut a játékról, mint sztori, akkor mindenképp rá kell nyomnotok a kis csengőcskére is. És ezt légy círjátok már lent. Igen, ott, mi volt a legundorítóbb kaja, amit valaha ettetek? Na, akkor gyorsan osszuk meg. Nekem a legrosszabb az volt, amikor egy tizenévesen egy páromnak a szüleit meglátogattam, tehát a páromat látogattam meg, csak a szülőkhöz is ugye akkor így lementünk. És pörköltet készítettek nekem, csak nem szóltak, hogy náluk az a szokás, hogy a vendég kapja a csirke szívét, és így nem voltam felkészülve rá, és ráharaptam a szívre, és nagyon rosszul lettem tőle. Nekem ez a legrosszabb kajás élményem. Én már a csiris videóban említettem, amikor gyömbérre haraptam, mert azt hittem, hogy egy sajtrudacska. Az számomra az borzalmas élmény volt. Csicska. Szóval köszönjük szépen, találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok.